napja találkoztunk utoljára, akkor megtanítottál engem nem túl nagy sikerrel, és ez nem a te hibád, hogy hogyan kell egy aukciót levezetni. Hát képzeld, azóta egyet sem sikerült. Hát nem baj, hogy nem vezeti azóta aukciót, mert most átáll a világ online aukciókra. A negyedik óra aukciónk lesz most, és ez most az online-ra tekintettel egy napon lesz, az ékszerekkel. Mennyire lehet erre rákattanni egyébként? Mennyire okoz függőséget az óragyűjtés? Teljes mértékben. Mennyire okozhat mondjuk válást? Ha válást elmélem nem, hát nem biztos, hogy be kell vallani, hogy melyik mennyibe került otthon. Egyszer csak érkezik egy nagyon jó cserealap, és utána hozzájut az úriember. Az óráknak a nagy részét szerintem olyanok vásárolják, akik szívesen hordják. És mellé egy olyat vásárol másodkézből, ami ráadásul még az óra is teljesen kedvező, szerintem tökéletesen megfelel egy befektetésnek. Abból adódóan, hogy másodkézben vannak az használt órák, az ára mindenféleképpen kedvezőbb, mint egy boltba egy új órának a megvásárlása. És hogyha egy kicsit utána járunk, egy kicsit esetleg konzultálunk egy szakértővel, az aukciós háznak az óra szakértőjével, pontosan meg fogjuk tudni, hogy mi az óra, ami nekünk való, a mi stílusunknak, és még az ára is milyen emelkedés bír le egy aukción, hogy még mindig befektetésnek jó legyen. Kezdjük most a női órákkal. Női óráknak itt például egy olyan különlegeséget mutatnám be, ami a Cartier márkanével bír, szerintem mindenki ismerni fogja, és tudni kell róla, az első karórát ők gyártották gyakorlatilag az első világháború környékén. Ez pedig egy Trinity nevezettű kollekcióból briánsok elé egy gyönyörű karóra, még a felhúzó koronáját is kis briáns ékíti. Keresem a hörcsögöt, hogy hol lehet, aki beindítja a szerkezetet. Először is ez egy úgynevezett csontvázóra, az azt jelenti, hogy rögtön kívülről mindent látsz. Ez magába különlegesé teszi. Szerintem egy nagyon szép bútordarab, egy gyönyörű kiegészítő. És hogyha ezután beszélünk, és elég hosszasan lehet beszélni az elvről, ami őt hajtja, akkor mindenki azt mondja, hogy ha teheti, egyet hazavihetne. Ebben a tartályban itt hátul egy etilklorid gáz van, egy membrán van vele föltöltve, és gyakorlatilag a gáz tágul, szűkül a hőmérséklet változásra. És ez a lelke az egésznek, ez hajtja egy láncon keresztül az órarugót. Egy Celsius fok hőmérséklet változása 48 órányi járástartékot képez. Egy fokot változik a hőmérséklet, ő jár két napig. Elárulom, kamerán kívül megemlítetted, hogy ez egyáltalán nem egy női óra, hanem férfi órának készül. Ő egy férfi óra volt 90-es években, 2000-es évek környékén, viszont most már a férfi órák, akkori férfi órák mérete most már uniszexnek vagy női órának is megfelel. Szóval a hölgyeknek egy nagyon pozitív dolog, hogy egy ilyen gyönyörű kéttonusú számlapú Rolex órát, amivel ráadásul még brillek is ékítik, most már abszolút az ő viseletük is. De hogyha brillekről és gyémántokról beszéltünk, akkor idehoznék egy másik órát. Nem tudom, hogy elsőre meglátod, mit szólsz hozzá. Ellenállhatatlan, csak nem tudnám megmondani, hogy mennyi az idő. De gyönyörű. Ennél nem lényeg az idő annyira. A különlegessége az, hogy ez a De Beers nevezetű mamut vállalat, aki a világ legnagyobb gyémánt termelője és bánya tulajdonosa, nem csak nyers gyémántokkal foglalkozik, hanem ékszereket is tervez és készít, és mindenben foglalkoznak, megtalálható ebbe az órába a csiszolt színes briánsok, és a közepén egy oktaéder, egy nyers, csiszolatlan oktaéder formájú gyémánt. Unisex karóra, nagyon különleges férfiaknak a helyük. Egész család használhatja. Nagyon különleges férfiak. Egyszer anya, egyszer apa. Nagyon különleges uraknak ajánljuk, a hölgyeknek pedig abszolút egy ékszer óra. Mit jelent, hogy különleges? Lehet, hogy én is az vagyok. Ez így együtt nem a helyes viselet. Ez gyakorlatilag egy transmitter, egy kis billentyűzet. Az óráról tudni kell, hogy két éve, mikor beszélgettünk, akkor megkérdezted viccből, hogy szoktunk-e okos órákat értékesíteni. Mondtam, hogy nem. Kimondottan tiltakoztam. Na ez az első okos óra. Ez egy Seiko okos óra, amihez járt annak idején egy billentyűzet, és a billentyűzettel lehetett a naptárjába bevinni kisebb elemeket. Nekem ő tetszik a legjobban. Nem véletlen. Tök különleges vagyok? Nem véletlen, különleges vagy, és abszolút illik az öltözékedhez. Ő egy Rolex. Tehát ilyen Slendrian óra. Nem, ez egy nagyon komoly sportos óra, és mellette sportosan elegáns. Mindent gondoltam magam, hogy az a sportos, az az utolsó. Tudni kell róla, hogy a Rolex az a márka, aminek évről évre növekszik a listára mindegyes órának, és például az ilyen sportos acéldarabék mind várólistásak. Hát a boltba bemész, nem fogod megkapni az órát, várólista iratkozhat föl, és nagy szerencséd van, akkor jelentkeznek pár év múlva, hogy a tied lehet az óra. Két tonusú, szép kék számlapja van, James Cameron, kanadai filmrendező,
mikor egy történelmi jelentőségű dolgot hajtott végre. A Titanic film rendezője. A Titanic film rendezője. Én azon mindig sírok, annyira szerették egymást. Gyerek. És az ő történelmi jelentőségű felfedezése, mikor egy saját tervezésű tengeralattjáról lemerült a világ legmélyebb pontjára, az óceánba, akkor ez a kék, deep, úgynevezett mély kék számlap az ő neki állít emléket. Nagyon hideg, hogy akkor ezt tényleg nemrég hozták felszínre. Van súlya, az az igazság, szóval, hogy kétszer fújjunk egy nap az orromat, és bedurran a karom.